A számos testvérvárosáról már eddig is híres Újbuda most újabb illusztris taggal bővítheti kapcsolatait. A kerület életében először fordult elő, hogy kínai delegációt fogadott Újbuda önkormányzati vezetése. Az 1 millió lakosú Jívú városának képviselői azért látogattak el hozzánk, hogy a testvérvárossá válás lehetőségeiről tárgyaljanak. Jívú első embere hangsúlyozta, a leendő kapcsolat kereskedelmi szempontból is gyümölcsöző lenne. Budapest egy nagyon szép, történelmileg is nagy múlttal rendelkező város. A látogatásunk során pedig vendégszerető meleg fogadtatásban volt részünk. Azért jöttünk Budapestre, hogy a leendő testvérvárosi kapcsolatokat elősegítsük. A mi városunk egy kozmopolita város, és egyben kiskereskedelmi központ. Szeretnénk ezeket a kereskedelmi lehetőségeket Magyarországgal is megismertetni, és örömmel várjuk a magyar partnereket Jívúba. Jívú a kínai kiskereskedelem központjaként tehát még számos előnyt jelenthet Újbuda számára is a kulturális kapcsolatok mellett. A találkozón azt is megtudtuk, Molnár Gyula polgármester egy parlamenti küldöttséggel másfél éve már járt Jívúban, így a mostani visszahívás már a tárgyalások folytatását jelenti. Ezen az utazáson pedig jelen volt a magyar-kínai kapcsolatok miniszterelnöki megbízottja is, aki arról beszélt, a kínai-magyar szálak egyre szorosabbá fűződtek az elmúlt időben, ez pedig az ország korrekt diplomáciai kapcsolatainak is köszönhető. Ez egy nagyon izgalmas város a Kínának, mert a kínai kiskereskedelemnek ez egy abszolút központja. Van egy nagy bemutatóterem, ami 5 millió négyzetméteres, csak maga a bemutatóterem. Tehát azt gondolom, hogy a kapcsolat felvétel már megtörtént akkor. Ez év tavaszán itt Magyarországon rendeztünk egy kínai-magyar testvérvárosi találkozót, ahova 40 kínai városi és tartomány jött el, és találkozott a magyar partnerével. És ez is azt mutatta, hogy ennek a kapcsolatrendszernek van jövője és van tartalma. Kína politikailag is és gazdaságilag rendkívül ügyel arra, hogy egyenlő félként kezelje. Legyen az Magyarország, vagy egy ilyen testvérvárosi kapcsolatban egy város, vagy egy kerület. Tehát ők nem azt nézik, hogy mondjuk egy városban, Kínában azért, ha 6-8 millió ember lakik, akkor az nem egy túl nagy város, hanem azt nézik, hogy egy önálló közigazgatási terület, amelyeknek megvannak a saját problémái, úgyhogy én nagyon bíztatnám önöket, hogy ilyen testvérvárosi kapcsolatot nyugodtan alakítsanak ki. Erre pedig a jelek szerint jó esély van, hiszen a megbeszélésen nagy volt az egyetértés a felek között.